500 éve festette Emes mester a Selmecbányai Mária templom számára Jézus születésének és kereszthalálának jeleneteit. Ez alkalommal két műsorral is emlékezünk középkor végi festészetünk legjelesebb képviselőjére. Először Szabó Attila elemzését láthatjuk, majd Moyzer Miklósnak a Szépművészeti Múzeum nyugalmazott igazgatójának előadását közvetítjük, melyet néhány hete rögzítettünk a Hagyományok házában. Köszöntöm nézőinket! A mai festményünk Emes Mester Kálvária című alkotása az Esztergomi Keresztény Múzeum tulajdona. Eredetileg a Selmecbányai Mária templom főoltárán helyezkedett el, 8 darabból álló szárnyas oltár külső részén figyelhető meg. A rekonstrukció szerint az oltárt eredetileg 8 darab egyenként 180x120 cm-es tábla alkotta, két viszintes sorban elhelyezve. A képek az oltár zárt állapotában voltak láthatók, a két belső mozgószán kihajtásával pedig előtűnt a belső szobrászati dísz. A 8 festményből 7 maradt meg, az első a vizitáció, Mária és Erzsébet találkozása, a második Jézus születése, ahol a születés történetet láthatjuk a festményen, a királyok imádása követi, majd pedig a Gecsemáné kertben láthatjuk Jézust, a keresztvitel, majd a mai alkotásunk a Kálvária, végül pedig a Feltámadás című festmény, amelynek jobb alsó részén a festő monogramja látható és az 1506-os évszám. Innen tudjuk, hogy mikor készült a festmény, de a személy, aki készítette, csak Emes Mester nevet viseli, nem tudjuk pontosan ki ő, a mai napig azonosítatlan az ő személye. A Kálvária ábrázolások közül is kimagasló helyet foglal el Emes Mester festménye, hiszen rendkívüli drámaisággal mutatja be számunkra az eseményt, annak legbensőbb lényegének tömörképi megjelenítését. Az érzelmeket a legvégsőkig fokozza. Megfigyelhetjük, hogy a kereszt jobb és bal oldalán különféle szereplők vannak, jobb oldalt azok a személyek, akik barátok, hogy úgy mondjam, rokonok, pozitív személyek, illetve bal oldalon az ellenséges személyek figyelhetők meg. Jobb oldalt Máriát láthatjuk, a megszokott kék köntösében, ájultan roskad össze, János apostol támogatja, akinek a mozdulata hasonló a Keresztvitel című festményen látható mozdulathoz, ruhája vörös színű, a szeretet izzó parazsára utal, minden képen általában így ábrázolja őt Emes Mester, ő volt a szeretet tanítvány, alakja meggörnyedt, arca kifejezi azt a hatalmas fájdalmat, amit átél, és szeretettel támogatja Máriát, akit Jézus a kezébe ajánlott, hogy mint fiaként gondoskodjon róla. Látjuk a festményen ezen az oldalon Mária Magdalénát, aki mély hittel és fájdalommal segíti Máriát a fájdalmában, együtt érez vele. Bal oldalon a római százados Longinus látható, az egyetlen személy, aki nem az élő, sem a feltámadott, hanem a halott Krisztusban ismeri fel a messiást, kezével rámutat, az egykori hóhér, felismeri a magatartásában, a lelkületében az Isten fiát. Öltözete nagyon előkelő, széles prémekkel szegélyezett, gazdagon redőző drapériájú, bő ujjú köpenyt visel, ötvös művű aranyakékkel díszítve, oldalán hosszú, aranyozott kard. Mögötte Stefaton, lába elé támasztott hatalmas pajzsot markol ez a katona, konokul elfordul a kereszttől,
a régi hit, a pogánság jelképe, ő a megtérni nem akarókat is kifejezi. Érdekes megfigyelni ezt az elforduló magatartást, az Ószövetség allegórikus nőalakjára utal, a szinagógára, aki egyben az Ószövetséget is kifejezi. Kezében hosszú rúdon zászlót láthatunk, mely kosfejet és holtcsarlót ábrázol. A kosfej az ószövetségi véres áldozat jelképe, a holtcsarló pedig szintén az ószövetségi allegórikus nőalakra utal. Egyben utal arra is, hogy az Ószövetségnek nincs saját fénye, mint ahogy a holdnak sincs, hanem a naptól, Krisztus áldozatától nyeri az igazi világosságát. Az ószövetségi allegórikus nőalak általában bekötött szemmel, lehajtott fejjel, elforduló tekintettel szokott megjelenni a festményeken. Hasonló módon láthatjuk itt ezt a bizonyos katonát, aki nem fogadja el az áldozatot. A keresztfa is figyelemre méltó, bükkfából készült, nem gerendákból, hanem annak megmunkálatlan kerek törzséből való durva ácsolat. A kezek és a láb rendkívüli expresszív kifejező erővel jelenik meg, görcsbe rándul a kéz, a fájdalmat sűríti és rendkívüli drámai hatást kölcsönöz a képnek. Jézus ágyékkendője is figyelemre méltó. Érdekes párhuzam van a vizitáció festményen Mária alakjánál. Egy régi néphit hagyomány szerint Mária látva a fiának a mezítelenségét, a fejkötőjét, fejkendőjét használta fel, hogy eltakarja a szégyenét. A tájban megfigyelhetjük jobb oldalt az eklézsia erődítményét, sziklára épített várát, a hitnek a jelképét, az újszövetségi egyháznak a jelképét, bal oldalt a szinagóga sötét székhelyét, a sziklás táj előtt a tó partján figyelhető meg, elzárkózó sötét helyen. A kereszt alján láthatjuk a koponyát és csontokat, Ádám koponyájára utal, a régi néphit hagyomány szerint e helyen vetette ki a földből Ádám koponyáját, egyben utal arra is, hogy a megváltás, a második Ádám itt végzi a művét az emberiség szabadítására. A háttérben Jézus keresztje mellett, mögött egy kopár, sötét, csupasz fa látható, ami egyben a bűnbeesés fájára is utal. A Gecsemáné kertben megjelenik ez a fa, a szenvedés jelképe, és végül elérkezünk a kép legfontosabb mozzanatához, a Kálvária ábrázolásokon egyedülálló módon bemutatott Krisztus archoz tekinthethez, pontosabban arckifejezéshez, mert ez oly drámai, oly erővel mutatja be a szenvedést, amit egyetlen más Kálvária ábrázoláson sem figyelhetünk meg, legalábbis én személy szerint még nem láttam ilyen erővel. Mit fejez ki ez az arc? Mire utal? Mitől olyan rendkívüli? A művész itt különleges módon a kereszt áldozatnak a lényegét fejezi ki, hogy Jézus szenvedésének a lényege nem a fizikai, külső megpróbáltatásokban, sebekben van, hanem hogy lelke szenvedése folytán látni fog, ahogy mondja Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetében. Magára vette a bűneinket, elhordozta a küzdelmeinket. Az egész lénye magára vette a mi bűneink büntetését, és ezt láthatjuk itt, ezen az arcon megtestesülve. A Korintusi 2. levél 5. fejezetének 21. versében olvashatjuk, mert az, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Péter apostol is megemlékezik erről a hatalmas cselekedetéről, és itt ezen az arcon láthatjuk azt, hogy mit jelent a bűn, és mit jelent a kárhozat, mert Jézus a kárhozat halálát szenvedte el helyettünk, hogy mi győzelmet nyerhessünk. Így olvashatjuk Péter apostol 1. levele 2. fejezetében. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára,
hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyulthatok meg. Robert Cresshaw-nak híres verse jut eszembe, hogy a kéznek, a lábnak, a keresztnek és az alakoknak a együttes irányultsága mind-mind az áldozatra utal, így mondja a költő, lábad, mely járni mennyei javunkért annyiszor szokott, bénán csünk. Sós ár szennyezi, szent véred hosszan rácsorog. Magad szétosztó két kezed nem mozdul, mégis folyton ad. Ó, adjon is, mert bár szegek ütötték át, mégis szabad. Ézsaiás könyve 53. fejezetében olvashatunk a megváltó lelki szenvedéseiről, ennek jelentőségéről, tragikus átéléséről, mélységes fájdalmáról, és arról, hogy vajon ki fogadja ezt el, vajon ki tudja kimondani a római századossal együtt azt, hogy ő a megváltó, ez az ember valóban Isten fia volt. Ki hitt a mi tanításunknak? És az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük. Utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki a maga útjára tértünk, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Kedves nézőink, ennek a képnek, ennek az ábrázolásnak az volt régen és most is a célja, hogy bennünket közelebb emeljen a megváltó áldozatához. Hogyha ezt elérte, akkor volt értelme megfigyelnünk, elemeznünk. Köszönöm a figyelmüket! Kedves hölgyeim és uraim, kedves háziak, kedves Zsuzsa, akit Rómából jöttél el a helyre, ezért nagyon kedves. Hogy megfeleljek a ház szellemének, mely hagyományok háza, ami kifejezés hát újabb. Tehát, hogy azért ne vegyék túl hatáskeresésnek azt, hogyha a hagyományok házában ma azzal kezdem, hogy 1500 szent év volt, november 25-én, tehát 4 nappal később, mint a mai, a selmecbányai Szent Katalin templom oltárait megszentelte Takaró Gergely, Esztergomba jött vikárius helynök, és én azt gondoltam, még ezelőtt jó 10 évvel, hogy hát ez nem az az oltár, hanem a Schlosskirchében lévő. Mostan egy fiatal kollégánk írt egy cikket, mert megtalálta a nyomát két elveszett képnek, és ez úgy látszik tényleg, megnyugtatóan bizonyítja, hogy az oltárt, tehát mint legutóbb hittem,
nem a Schlosskirchében, amit gyorsan átalakítanak a török ellen, Arődi 1543-ban volt az MS mesternek ez az oltára, hanem valóban, ahogy Zsanton István a 20-as években föltételezte már, tényleg a Katalin templomba állt, és a három nagy szobor, ami megmaradt, az úgy látszik, hogy ennek a szekrényében volt, amit én azért tartottam gyanúsnak, vagy vonakodtam elfogadni, mert túl szélesek a hölgyeknek, nem a hölgyek, hanem a ruhájuk. De mégis elfértek, mert hát úgy látszik, adat van rájuk, és én ezt nem úgy értelmeztem egészen, hogy kellett volna. Na most az MS mester személyére ugyan nem vonatkozik, de ha megengedjük azt a föltételezést, hogy 1500 november 25-én alexandriai Szent Katalin napján szentelték ott meg az oltárokat, ami ebből következik, hogy az oltárokat szentelték fel, de nem az oltár retabulumokat, nem a szárnyas oltárokat, mert ezt nem mondja a szöveg. Mert akkor még oltárok ott nem igen állhattak, tehát 1506-ban, ha ezt felszentelik, mert ez főoltár volt, akkor azt is Katalin templom lévén, alexandriai Szent Katalin napján szentelték föl. Tehát MS mesternek ez az 1506-os képe most még nem egészen 500 éves, mert 4 nap múlva lesz az. Tehát ezzel kezdem. De erre nincs adat, de nagyon valószínű tényleg. A többiben pedig hát egy olyan történettel állunk szemben, ahol valóban egy nagy európai mesternek a nevét évszázadokra felejtették el. Elő se fordul. Úgyhogy most senki ne várja azt tőlem, hogy én elmondom a nevét, vigasztalásul. Mindenki, hogyha mostan nem csak önök ülnek itt, hanem minden német, európai művészettörténeti karból professzorok, akik ezzel a korral részben foglalkoznak, akkor mondanám a nevét, akkor felütnék, hogy az ki. Hát az mindegy, hogy az ki, vagy MS mester. Tudni, ez a név így Magyarországon is, máshogy is, hát mondjuk nem ismerős. Annál is inkább, mert hát ez a név, hogy is mondjam, ebből a névből is, a középkorban ebből van legalább egy tucat kortársa. Úgyhogy ez csak nehezíti a feladatot. De nem is ezzel foglalkozom, hanem azzal, a kezdeti dologgal, hogy mennyire sokáig vajúdott az, hogy hát megállapítsuk, hogy hát mik azok a darabok, amelyek a művészetét hordozzák, mutatják. Ugye 1876-ban kezdődött a dolog, amikor ezek átfestett állapotban ott voltak, na és aztán ezeket Endrődi Sebő, aki katonatiszt volt, nem restaurátor, tisztította a képeket, hát mondjuk rosszabbul is csinálhatta volna 1915-ben, és az MS mester valójában a 20-as években kapja meg önmagának a méltatását a magyar művészettörténetben, németek is fölfigyelnek rá, és érdekes dolog, hogy 1967-ben jelenik meg az akkor még fiatal Hermann Fossnak a munkája a Dunai Iskola eredetéről, és ő látott egy fotót, eredetiben nem látta a vizitációt, és azt mondta, Nini, hát ez Emcet mesterrel nagyon rokon ez az. Fossz fiatal volt még, 30 éves sem. A legkompetensebb angol-német, három legkompetensebb szerzője akkor ennek a kornak, Fosszt ezzel a véleményével a földbe taposta, hogy egyszerű legyek. Hogy ez ki van zárva, teljesen lehetetlen. Ezzel ez lekerült a napirendről, és Emcet mester és MS mesternek a párhuzamával nem foglalkoztak. Hogy aztán sikerül-e bebizonyítani, hogy valójában a kettő ugyanaz-e? A dolgot nem viszi közelebb sokkal a megoldáshoz, de nagyon közeliek, és hát ezért ebben a dologban melléje tettük. Az egyik nagy ellentét az, hogy egyik nagy kifogás az, hogy az Emcet mester, ez a metsző, máshogy rajzolt valamennyire. De lehet, hogy ez belefér a dologba. És egy nagy nehézség, hogy más a szignatúra. Az már komoly ellen érv. Csak hát vannak olyan mesterek pont ebben a korban, akik magukat többféleképpen jelölik, másféle betűkkel is. Például Nicoletto da Modena,
egy Mantegna kutató ebben a korban, az, ami 20-féleképpen írja meg, különböző neve, kiírja a nevét, más betűkkel eljátszik, de ugyanaz. Azután hát ez egy olyan kor, amikor a friss eredményeket hamar felhasználják, ez módosítja a mestereknek stílusát, írtalékozódását, úgyhogy ezekre is van orvosság. Még csak érdekes lenne tudni, hogy van-e arra adat, hogy MS mester ez a név, hogy ennek, hogy ez foglalkozott-e mondjuk grafikai művekkel. Van. De ez se bizonyít. Mert ez még nem mondja, hogy az. Sehol nem tudjuk, hogy ez hogy van. És az MC-t mesternek a néha ritka lapja, ugye 22 lapja van. Erről nem lehet tudni, hogy azokat hol nyomták. Különböző papírokra van készítve. Nagyon népszerű mester volt. Vigaszul. Ahogy ma Grünewald nevét mondjuk, hogy Grünewaldot soha nem ismerte volna meg akkor, mert egyszerűen nem volt Grünewald neve soha. A Grünewald nevet a Sandral találta ki a 17. században, és leírta. Hogy honnan vette, ez nem világos. Most Grünewald kissé későbbi kortársa, hát kortársa volt MS mesternek, és párhuzamot is vontak vele, hogy a keleti Grünewald az ugye az MS mester, ha egyáltalán keleti. Most akárhol van a másik, és a, hát persze a Grünewald azért az a Dürer-i nagyság, sőt, még azon túl is a festészetben. De a Grünewaldnak a neve Matthias Niethardt volt, és ez a név az 1930-as években találtatott meg és azonosítatott. Grünewald esetében. Úgyhogy hát tehát nincsen különösebb dolgunk, vagy hát más sem tudjuk, hogy a Darmstadt-i Passió mestere ki volt, és sok minden ilyen egyéb. Tehát ebben még vannak tartalékai az európai művészettörténetnek. Ezért mostan bocsássák meg, hogy MS mester kapcsolatban, vagy őt idézve nagyon sokszor igazában, de nem teszem ezt lehetőleg valamilyen szintén, mellé beszélek majd. A mellé beszélésem ott kezdődik, hogy a 15. században és ma is tulajdonképpen egy pillanatra hagyjuk mostan a nemzetiségét, mert hát mégiscsak az volt, azt fel kell rajzolni, hogy hol volt, meg a pályáját. Tehát nem elég meghatározni egy bolygónak a csillagászati helyét, hanem meg kell tudni a pályáját is, mert addig nem lehet semmit bizonyítani. Hát ennek a mesternek igazában hazája eddig a művészettörténetben pontosan nincs. Ez Magyarország, és számunkra az a nagyon érdekes és fontos, hogy ez az MS mesteri jelenség, vagy ő maga is, vagy sorsa, vagy körülményei Magyarország nélkül, magyar barátai nélkül nem léteztek volna. Úgyhogy ennyiben ez nagyon érdekes. De azt ne várjuk, hogy a 19. századi nemzeti fogalmakat visszafelé a 15. századba érvényesíteni tudjuk. Nem baj. Inkább legyen nagyobb mester, bocsánat, kisebb nemzeti tartalommal, mint egy nálunk remek mester, de egy olyan szélsőséges, most bocsánatot kérek, mondjuk a nagyon eredeti és kedves székely festészet, ami a Kárpátok legszélső peremén is virágzott, elbűvölő dolog, átmenet a népművészet felé. Ez tényleg magyar, sőt székely. De hát ekkora mesterek, a magyar központok és a székesegyházak és a tömeges pusztulás miatt hát sehol nem mutatható fenn helyek. Mert hát persze Budapest, illetve Pest. Budán voltak festők és művészek, Esztergomba is, főleg szobrászok, hát hiszen Skandináviáig exportálják ezt a fajta vörösmárvány síremlékeket, és ezek ott készülnek, Süttő meg Esztergomba, egyetlen mesternév, még mesternév csak volna, hát nem lehet azonosítani őket, hogy azokat a szlabokat, azokat a több tonnás, több tíz tonnás darabokat mondjuk a Branyiszkói ágon hogyan az ördögbe vitték át, hogy a szapolyaiaknak megfelelő hát síremlékeit a szepeshelyi székesegyházba felállítsák. És hát azért nézzünk körül. Ez nemzetiség, kultúra összefügg. Mondjuk Magyarországon a 14. században, ami
európai különlegesség, ritkaság, hallatlan volt, az a kolozsvári testvéreknek a bronzszobrai. Hát ez csodálatos, még ha megmaradt is volna, egy megmaradt, ugye a prágai. De hát a nagyváradi nem. Ezt a művészetet ők itt meg nem tanulhatták. Ez Itália kellett. Ez tudott. Ez egy itáliai műveltségű dolog. Hogy ezeknek a kolozsváriaknak most volt-e köze, vagy nem, valószínűleg nem, a kolozsvári Tamáshoz, illetve Tamás kolozsvári festőhöz, nem a családneve volt a kolozsvári, magyarként nem nagyon volt neve akkor senkinek, hát ha csak nem volt nemes, családneve nem. Akkor a kolozsvári Tamást kell voltak éppen erre a helyre állítani, hogy itt a hagyományok házában is, és maga is mondja, hát persze, ő a nagy. Európai szinten az eredetiségnek nincs azon a szintjén talán a maga korában, mint MS mester, de hát valóban a legjobbak közé tartozik itten északon ebben a dologban. Alig tudunk róla valamit. Hát még ottan van tartalék, tudnék, úgy látszik, volt egy mestere, és annak én még a freskó maradványait láttam felső vesztényben, Horé Vesztenica, azt hiszem, máma, a szentélyen kívül, de azok alig, hanem 1500-as évek elejéről vannak, és egy leírás van róluk. Mikor legutóbb ott jártam, az már nincsen, lemeszelték, bocsánat, többször, hála Istennek, mert akkor inkább marad valami. Én még a rejtjeit láttam. Tehát, sőt, az feliratos. Vagy pedig hát mondjuk a magyarországi művészethez való volt, legalábbis származásilag a Michele Pannonio Ferrarában, ugye, akinek számos adat van, és egy hallatlanul megbecsült festő, udvari festő, kitűnő, akinek a ötvös érdeklődése még az itáliaiakat is messze túlszárnyalta. Ő az 1460-as években volt, és Ipoly Arnold felfedezte Firenzében 1770-es évek elején. Egy művét az a Szép Művészeti Múzeumban van. Vagy Jakob Kassauer. Az majdnem biztos, hogy magyar is volt, tehát, bocsánat, magyarul beszélt, csak hát éppen bécsi polgár volt, 1463-ban vagy 62 év végén halt meg. Bécsnek egyik legjobb mestere volt, szobrász és festő. Ugrás vele. A Freisingi főoltárat, tehát München fölött, azt ő csinálta. Meggyőződésem szerint Bécsben, aztán leszállították, ahogy szokták. Ezért nem ment senki Freisingbe, hogy ott csinálja meg az oltárt, azt mindig egy műhelybe kellett megcsinálni, vagy több műhelybe, és akkor ez teljesen rendben van. Ő szintén nemzetközi szintű alak, vagy pedig hát mondjuk az Etienne Le Bièvre, azaz Hódos István magyarul, aki Párizsnak volt annak idején az egyik legelőkelőbb művészeti ágban, a hímzőmesterségben egy fantasztikus, a legnagyobb alakja. Neki maradt munkája, gyönyörű, és rengeteg adat róla. Különben egy kiborgatatlan rémes fráter volt, gyilkosságtól seriat vissza, stb. De zseni volt, és így is kezelték élete, hosszú élete végéig nagy apanást biztosítottak neki. Aztán Hans Siebenbürgen például, aki erdélyi volt, nem tudjuk honnan való, aki Bécsnek volt igen jeles és megbecsült festője, ott 1471-ben megvan a róla megemlékező halotti emléktábla, ki van állítva az Österreichische Nationalgalerieben, ő is magyar volt, Magyarország, tehát Erdélyből való volt, és hát Erdélyből pedig rengetegen dolgoztak Ausztriába a 15. században. Ezek csak úgy említések. Ja, nemzetek. Hát a Limburg testvérek nem franciák voltak. A Limburg testvérek németalföldiek, a dél-németalföldiek voltak, csak hát éppen Beri herceg ő kegyelmességének dolgoztak ugye a orleáni udvarban, és hát a legnagyobb, vagy a Van Eyckek is, hát ez ugyanaz a grup volt, és ugyanaz a kor,
15. század elején a nagy udvari művészetnek a protagonistái, ezek polgári származású valet de chambre-ként dolgoztak Franciaországban, és hát francia művészet, hát hüm-hüm, legalább annyira, vagy még jobban németalföldi. De menjünk tovább. Magyarország. Nem eldöntött ez a vita, de most már jó okon lehet arra, hogy igenis azt képviseljem, nem én találtam ki, hogy például a stószok magyarországi származásúak, amikről hát még a 19. században volt vita. Tehát nem tudtuk, hogy honnan valók. Aztán hát előkerült adat, bocsánat, az adat még 52-ben került elő, nem itt, Krakóban, hogy Matthias Stósz Haróból származott. Hol van az a Haró? Hát ott van szembe Déva várával. Hará ma is. És azóta tudjuk, hogy Haró magyar néveredetű, és több Haró volt középkorban Magyarországon, legalább 7 vagy 8, de ez a Haró, amely egy magyar fészek volt a 20. századig, egy kis falu, de rögtön mondom Dévával szembe, az ma is Haró, és onnan valók a stószok. Hát ezt aztán kétségbe vonták, mert előkerült egy újabb adat. Mert ez a stószról, a fiatalabb stószról volt, hogy az öregebb stószról azt mondja egy barátja egy jegyzőkönyvbe, hogy ő meg Horbi. Ne ezt kísérelt, siettek kihasználni. Egyébként nem a németek, csak a németek csak fölkapták. Hát Horba, Neckar mellett van. Eddig sokféle Horbbal azonosították, mert Horb viszont Európában számos van. Arra nem számoltak eléggé sajnos, hogy nem vették észre, hogy Haró, Horó és Horb, azok nem teljesen azonosak, ők olyan gondosan jártak el, azonban újabb adatok kerültek elő, hogy ebből a nyavajás Haróból, amiről azt írta egy lengyel művészettörténész, Hehe Terlecki, aki kitűnő ember volt, hogy hát mit várunk egy olyan helytől, ahol néhány szegény román élt a 15. században, hogy onnan jönnek a stószok. Pech! Mert az első haróiak, az egyik az 1300-as évek végén tanul a Bécsi Egyetemen, a másik meg az 1402-ben vagy 3-ban, és a két községben, amelyek szorosak ezzel, azok vagy a Bécsi Egyetemet látogatják, vagy a krakóit. Hát, aztán van közöttük még egy, aki Eberhardnak nevezik, és harói. Na most olyan magyar nem volt a történelemben, mind a mai napig, akit Eberhardnak kereszteltek volna, ez az apja neve. Tehát ott németek is éltek. De mondom, ez egy van, hát a főeszte ugye között ottan fontosak voltak, és hát biztos, hogy németek is voltak. Na most ez csak azért érdekes, mert, hogy folytassam a sort, hát természetesen a stószok azok magyarországi németekként kezelhetők, aztán akik elmentek innen. De van között, van ebben a társaságban más is. A német művészettörténetnek az atya, Johann Neudörfer, akinek a leszármazottjai aztán a császári udvarban szépírók, és a német szépírásnak az alapítói, az éppen ez a Johann Neudörfer, ez 1550-es években hal meg. Hát ő ír Stószról is, összes nürnbergiekről, inkább egy ilyen statisztikai dolgot, de hogy kihallgatja őket, megírja, hát Neudorf. Neudörfer az ugye Neudorf igló, Nova Civitas, Spiska Nova Ves, onnan való a család. Tehát ezek a szepességi németeknek a leszármazottjai, de magyarországiak. De érdekes módon ők Nürnbergben ezzel nem dicsekednek, de erre megvannak az adatok, még a leszármazásuk is. Érdekes. Aztán végül hát odaérünk, hát Dürer. Hát Dürer neve ugye ajtósról szól, stb. Dürerről ma tudjuk, és hát a német összesítésekben is, hát most már rekte úgy van, hogy Dürer apja még beszélt magyarul, ugye nagyapja Fihund
Fert Zuchttal foglalkozott, és ezt maga Dürer írja be az apja naplója alapján, ez tudott dolog. Ez a 18. században volt. A Dürerek tudnélik magyarok, azok nem itteni magyarok, ugye, a Gyuláról valók. Véletlenül tenyésztettek-e ott lovat és tehenet, azt nem tudni, de amikor a 18. században a kamara és a magyar kamara tűvé teszi a Kárpát-medencét, hogy hol van a legjobb állattenyésztő hely, hát rábukkan egy olyan helyre, ami hát még ma is létezik, ugye a Mezőhegyes, az nincs olyan nagy ott összetávol, hát milyen véletlen. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy magyar a Dürer, a Dürerek magyar eredetűek voltak. Semmi köze nincsen a magyarországi művészethez Dürernek, és semmiféle magyar kapcsolata így, tehát a művészetének ki nem mutatható. Az igazi német művész, tehát a német művészet legnagyobb, az németnek számítható, de hát a családja magyar eredetű. Most ez nagyon érdekes, mert erre nem csak Dürerre áll, ez a fajta, hát most elnézést, ezzel befejezem az utolsó említés, Malperch, hát a szentje a osztrák életnek, az osztrákoknak, a művészettörténetnek. Tehát Malperchet kiállítják itt a Nemzeti Galériában mindenütt, mert hiszen hát itt hallatlanul dolgozott, stb. Hát ha így vesszük, Malperch nem osztrák, mert Langenargetben született, ami gyönyörű hely, olyan mondjuk, mint Balaton mellett Csopak itt a Bodenisztó mellett, színtiszta német családból. Ő aztán elment a Bécsi Egyetemre, és hát osztrákosult. Tessék szíves lenni, akkor igazságot tenni. Ja igen, tanultságánál nézve meg délnémet. Ezek a kategóriák tehát, amelyek ilyen egyenesen vágógják el a képzeletben is utólag rekonstruálva a 19. században a nemzeti dolgokat, az akkori nemzeti ízé szerint, ezek a modern művészet történhetben így, ahogy van kös a történeti kultúrában, alig használhatóak, különösen veszélyes belőlük így kiindulni. Mellébeszélés, kis felfüggesztése. Emes mesternek a ővrüjét, ha mondom, hogy bizonyos bizonytalanság van változatlanul a metszetekkel. Ha Emes mesternek meg lehet magyarázni ezeknek a eredetét, és belefér abba a zsákba, amit körülbelül feltételezünk, hogy ez ő. Ugye például itten ezeket a képeket, amit tetszett említeni. Innen régen tudjuk, hogy egy királyok imádása hiányzott. De hát persze, hogy nem gondoltam rá, mikor ez a tábla hogy nagyobb, mint bármelyik itten. Hát ez nem tartozhatott hozzá. És az, hogy innen egy angyali üdvözlet hiányzik, hát az kézenfekvő volt, mert a sorba csak ez van. Ez kicsit szokatlan, de nem teljesen hogy itt az örvendetes, tulajdonképpen Mária történet van, itt meg a fájdalmas Krisztus sorozat, de ilyen van, ezekről nem vették ilyen szigorúan. És ez az egész oltár nem volt, nem, tehát tábláit tekintve nem volt nagyobb. Na de hát mostan eljött a 1997-ben a kép ide, a Lili, és hát most mit csináljunk vele? Nem ő volt kisebb, hanem kiderült, hogy a többi kép volt nagyobb. A Lili kép az, amelyet a legkevésbé csak egyik részén vágtak el. Aztán akkor megvizsgálták a magyar restaurátorok, azután miután azt különben a Louvre-ban nagyon rendesen restaurálták. Egyébként jó állapotban volt. És akkor kiderült, hogy ez a kép nem, hogy ehhez az oltárhoz tartozott, hanem, ha szabad visszahívni a... Igen. Tehát ez mostan a... Igen. Tehát ez a darab, mert ez most arányában ugye nem felel meg, ez jóval kisebb, ez jóval nagyobb a többihez. Ez a két darab úgy készült, de ez jó 4 méter így, hogy a deszkák így mennek végig, kapcsolat nélkül, tehát egy deszka volt több, mint 4 méter, ebbe 10 deszka van, 8 vagy 10 deszka,
és ugyanazok a deszkák folytatódnak egyik a másikban. Hát itt nincs bocsánat mese. Ez ide tartozott. Most eltekintve attól, hogy a háta ugyanúgy néz ki, azon nem volt festve egyiknek sem, mind a kettőnek van bizonyos ilyen felirat töredéke, meg az egyiken egy rajz is. A hátuk is ugyanaz. Tehát ez a darab oda tartozott. Ez a fiatal kollégám pedig a nyomát találta meg ennek a képnek. Ez a de nem akarok erről nyilatkozni, mert én se olvastam a kéziratát még. Magyar Művészettörténeti Értesítőben jelenik már meg, mert meg kellett volna jelenni, ez egy közlemény. A 18. században még nyoma volt egy magyarországi helyen a két képnek. Egy kanonika vizitáció feljegyzésben. Nem is abban, hanem egy dologban, és egy remek találmány. Na most innen derül ki ebből a dologból, ami azért hát tényleg most már biztos, hogy a Katalin templom főoltárát képezte az egész. Hát ez az övrű azonban, és ez nem sok. Illetve nagyon jó, mert hát mondjuk egyből maradt meg, de jó lenne, hogyha MS mesternek más munkái is lennének. Vannak, de ezek rettenetes töredékesek. Tehát, mint hogyha sors ezzel külön kitolt volna, ezekkel a dolgokkal, ezek nem nálunk vannak, és van ez a grafikai övr. Az érdekes ebben az, hogy valamivel azért vigasztaljuk magunkat, és nem hoztam el, mert ez a fiatal király itt, aki áll, itt van az öreg király, a fiatal király itt pedig a Szerecsen király. Erről nincs jobb fotónk. Hát egy nagyobb kép van. Igen. 1980-ban hát a három képet igyekeztem részletesen megnézni, összeszedni róla azt, hogy MS mester voltak éppen kinek a forrásaiból dolgozott. Most nem MC mesterről van szó, hanem MS mesterről. Ezt majdnem párhuzamosan állítottunk elő, ő később közölte ezeket, a Pogányné Balázs Edit, az olasz metszeteket. Tudnilik, nagyon érdekes feltűnők voltak a Mantegna metszetek. Mantegna pontosan kortárs MS mesternek. Ja igen, hagyományok háza, hehe. 1506-ban halt meg Mantegna is. Na de ő 1531-ben született, tehát elég élemedett volt, és MS mester ezeket a metszeteit, ő későbbi korbában foglalkozott metszetekkel, ezeket hallatlanul terjesztették, és ő nagyon gyorsan követte. Az 1506-os MS mesteri sorozat tele van Mantegna metszeteknek a részleteivel, arcok, mozdulatok, ezek Pollaiolóval is. Tehát olasz példaképek alapján dolgozott, mint a fiatal Dürer. Ez nagyon érdekes. Ja, hát a fiatal Dürer, hát hogy viszonyulhatnak egymáshoz korban, érdekes. Az ember itt egy idősebb mestert lát, vagy vél felfedezni a stílus alapján, mint a Düreré. Idősebb is volt. Mennyivel? Bocsánat, a születését nem tudom. Hát 15, 20-nál talán kevesebb évvel. De hát ez majdnem generációnyi idő. És össze lehet szedni MS mesternél az összes képeinek a részleteit szinte, amelyeket metszetek alapján csinált vagy készített. Hát nem dolgozott az eredeti valóság után. Tudjuk, ebben az időben még, tehát az 1470-es, 80-as években sem északon, hát nem volt, hogy úgy mondjam, divat természet után, modell után rajzolni. A mestereknek a rajzai után csináltak ruhatanulmányt és mindent, még állatrajzokat is. Ez későbbi az északi művészetben, és MS mester, ha
ha azt lehet mondani, egy kicsit mondom, ez a szó nem illető művészettörténeti, szélsőségesen volt hagyományos ebben, ezekben a dolgokban. Nem nagyon érdekelte őt az a fajta valóság, ami úgy rajzolhatta, aminek olyan fanatikusa volt Dürer. És hát valami fantasztikus, úgy senki nem rajzolt addig. Hát ha van 4 vagy 5 legnagyobb grafikusa a világ grafikai történetének, hát akkor a Dürer még 3-ból se hagyható ki. Az MS mestert ez kevésbé izgatta. De egyáltalán a dolgok felületesen, mert a festői magatartása más volt. Ez az érdekes, hogy ebben volt zseniális. A Düreri festést nem biztos, hogy nagyon ismerte, de lehetett, hogy voltak ismeretei. Tudnék, hát Nürnberg akkor óriási központja volt Európának, iparilag, főleg művészeti iparilag, tudományos iparilag, szextánsokat, kompasszokat és mindenféle dolgot ott a tudomány megfigyelő, tehát csillagászati eszközöknek a hallatlan szinten állítottak elő, és hát a festői termelés is nagyszerű volt. Feltételeztem még annak idején, és hát ma sem mondok teljesen le róla, hogy Dürer valószínű, vagy MS mester talán járt Itáliába. Erre volt neki egy különös alkalma, és ez talán, ha a MZ mesterrel azonos, akkor lehetett, hogy 1500-ban ugye szentév volt, és hát a magyarok is, meg hát a közép-európaiak nyüzsögtek Rómába, de hát ennek Rómába hát feltalálni a nyomát egyáltalán miért is lehetne, és összefüggne azzal, hogy MZ mester legkorábbi metszetei tényleg az 1500, azok a legkorábbiak, vagy 1500, talán egy kicsit előbb, az egyiket nem datálta, ami a legkorábbi, de lehet, hogy az is 1500, és a legkésőbbi 1503. Tehát ez így kvadrálna ugye az 1506-tal, na ja, csak a földrajzi összetartozás. És a források azonban hallatlanul azonosak. Tehát ezeket a MZ mester dolgokat megcsinálta, nem valami jól, bocsánat, valaki Németországba. Aztán akkor én egy hosszabb üzébe ezt részben, nem cegve, hozzátettem némi dolgokat. Hát most MZ mesterről az van, mint forrásait tekintve a világon, amit összeállítottam, mert hát ez kétségbe vonhatatlan. Ebben az azonosításban azonban nem foglalt senki sem állást. Persze nem, mert hát ez valami újabb érv kéne. De ma is meg vagyok győződve arról változatlanul, hogy az a per, amit Hermann Schoss elveszteni látszott, az felújítható is, de nagyon valószínű, hogy megnyerhető. Egyetlen metszetről kéne kiderülnie egy bizonyos papírnak, hogyha az, akkor MZ-mester és MZ-mester azonos. De eddig ilyen nem került elő. Volt. Nem tudom. Ja, és hát 3 rajza van az MZ-mesternek. Na most, amikor azt mondjuk, hogy hát ugye a valóság. Hát a valóságot itt a izén kell kezdeni, ezen, a háttéren. Tudnilik, ez egy elképzelt itáliai architektúra a baluszterekkel, és sőt, egy kút is van mögötte, amelyik bronzkút, tehát ezek mindenképpen, hát bronzkút azért északon is volt, de ez itáliai együttes, és ez áll mögötte ennek a csoportnak, amelyen Mária feje is, a Szerecsen is, azok átvételek, átrajzolások, ezek is, ez nem a fiatal király. A fiatal királyt 1980-ban, amikor ezt hát úgy igyekeztem összeszedni, nagyon kerestem hozzá, hogy mi lehet, tudni az arckép. Amit most eddig mondtam az valóságról, az ebben az egyetlen esetben nem áll.
tudnék, azt tükörből festették. Így csak tükörből lehet festeni, mégpedig egy jobbkezes ember fest így, hogy ugye szembenézek a tükörrel, és megfestem az arcomat úgy, hogy ezt merően nézem. Ez merően nézés, és hát ez természetesen tükörképes. És ez a figura, hát ha önarckép, akkor csak a mesteré magáé lehet. Igen ám, ez a fiatal király. Nem tudom jó fotóról levetíteni itt, és hát inkább eredetibe kell látni, hogy mennyi idős lehet. Meg akartam kedves hölgyeimet és uraimat is kérdezni, csak hát nincs ilyen fotó, hogy hány évesnek gondolják ezt a dolgot, mert ez MS mester. Később, ja, nagyon sok analógia van a német művészetben is, ugyanebből a korból, amikor magukat a vagy a megrendelőket, vagy a mesterek maguk megfestik éppen a három királyok szerepében, egyikében. Ez általános volt, de ekkor különösen Hans-Baldung Green, Schäufelein, rengetegen mellé kell állítani. Ez is így van csinálva. Aztán egy kicsit, mikor ezt már megírta, megjelent, akkor mégiscsak fennakadtam, hogy hát miért ábrázolta volna magát önmagán, és akkor bocsánat, még nem tudtam, hogy a Lilli kép ehhez tartozott. Most már tudom, és most lettem bizonyos ebben, vagy bevallom, vagy most nem hatáskeltés miatt mondom, ez MS mester. Most persze, hát ez egy, hogy igen, a nevét nem, a pályáját nem, meg ezért, de már hogy néz ki, és még MS mester hátrahagyott, hát ez túl szép le. Nem, így van. Azért van így, mert tessék most feljelenteni az egész oltárt. Ugyanis itten érdekes párhuzamok vannak. Ugye ezek a párhuzamok valószínűleg a korabeli prédikációkból jönnek, Érdi kódexnek van például egy ilyen érdekes erre utaló része, hogy amit meg lehetett festeni úgy, amire a Érdi kódexnek a szerzője is, vagy ez a kör, tehát ez nyilván nem egyedüli forrása ennek, ha ábrázol, hogy a Mária körüli legendákban Mária kendője, az külön jelentőséggel bír a passióban, és egyébként is. Na most MS mester szélsőséges abban, hogy ezeket a kendőket mennyire meglebegteti, olyan zászlószerűen. Az MC-t mester ugyanezt csinálja. És itten, ahogy találkoznak, Mária, mint egy ilyen zászlós úrnő fogadja, illetve jön Erzsébethez. Valaki azért azt írta, a magyar jeles szerző, hogy hát Máriának itten Erzsébet egy ilyen hűbéri csókot ad, mert hát a kis Jézussal terviselős, és hát ez a csók annak szól. Mert ez nem hűbéri csók. És a hűbéri csók Krisztus nem illeti meg. Úgyhogy ez elősen értem. Na jó, de az alapigazság tény, hogy ezek az összes növények, meg mindenféle Máriát ábrázolja, sőt, még a háttérben lévő dolgok is. Urban Zsuzsa erről írta a disszertációját, és mindent feldolgozott. De érdekes ez a lebegő dolog. És a lebegő dolog a passióban aztán újra jelentkezik. A passióban mégpedig úgy, hogy zászlókat ölt. Itt viszik ezt a vörös zászlót, amit eredetileg ökörfejesnek gondoltak. Nem kérem szépen, az a kecskebak, tehát a viddernek a feje, és ez egy zsinagóga zászlaja. Ezt az elfogók hozzák. Itt a keresztvitelen ez nem fordul így elő, de itt van a folytatás a Krisztus ágyék kendőjében, mert a legenda szerint ez Mária kendője volt. Úgyhogy az, ami Krisztus ágyékán lebeg, az az a kendő. És itt, ahol Krisztus feltámad, megint a zászló,
ez ma eklézsia zászlója, tehát az új szövetségé. A párhuzam világos. Ugye ószövetségi zászló, új szövetségi zászló, Krisztus ugye halálra készülve vigasztalja az angyal, és itt pedig feltámad győztesen a sírból, milyen nagyok a lábai. Majdnem kellemetlenül nagyok, ezt mindenki észrevehette. Igen, a festő, csak a festő nem. De ezt, tudott volna kisebbet rajzolni? Persze. Érdekes módon nem akart. Tudnilik, ezek a lábak Krisztusnak a testi feltámadását is mutatják, illetve a feltámadás, hogy a lábán áll, hogy jár. Ez egy túlhangsúlyozott dolog, és fontosabb számára ennek a megmutatása, mintsem, hogy most természethű legyen. És hogyha a lábát megnézzük, abban is van egy foszforeszkáló áttetszés, ahogy az összes emlésmesterekben. Ez persze az idő is előhozta. Például ebből a remek, gyönyörű rajzú kálváriából mind a mai napig nem lehetett semmiféle technikai eszközzel előhozni az előrajzolást, mert az előrajzolás egy olyan anyaggal készült, ami átereszti a röntgensugarat. Kész. Nincs tevel. De most jobban látszik, mert a kémiai változáson ment át az idővel a dolog, és az előrajzolás egész jól látszik rajta. Tehát ott van nagyon érdekes, meg a változtatások. De visszatérve a zászlóra. Itt Krisztus feltámad, és az a ágyékkendő, amit itt visel, ugyancsak rajta van, tehát ez egy párhuzamosság itt végig, amint hogy párhuzamosságok vannak itt is, mert hiszen a angyal megmondja Máriának, ugye, hogy Jézust fogja megszülni, itt az angyal közli a halálát, tehát ott a születését. Ez egy tulajdonképpen találkozási jelenet a vizitáció, és találkozási jelenet ez is. Nem Máriával, mert Máriával is, hanem Cirenei Simonnal, aki segít vinni a keresztet. Krisztus születése, Krisztus halála, a királyok imádása és Krisztus feltámadása. Tehát ez itt a két diadalmas kép. Visszatérve tehát mostan a párhuzamok. Ezekre így is, meg így is állnak bizonyos értelmi párhuzamosságok. Itt az önarckép különös módon ugyanabban a helyben helyezkedik el, mint Krisztus. És van a kornak egy külön, ez a Krisztus forma ábrázolás, amit Dürertől jól ismerünk, kétszer is megfesti önmagát fél alakban, mint Krisztust. Nem csak Dürer, ezt mások is csinálják. Erről külön érdemes hát szólni, ezt már feldolgozták. És itt, ebben a dologban ez a önarckép annyiban módosulhatott viszonylag, hogy fiatalabbnak kellett lennie, mint az öreg király, mert ő a fiatal fehér király. Tehát a hármas korban is jellemzi a királyokat, hogy öreg, középkorú, fiatal, és azután hát földrajzilag is azért van a boldizsár, rendesen a boldizsár a fekete. A szembenéző figura az önarckép, megvallja magát, hogy önarckép. És itt ez a tekintet, ahogy szembenéz a nézővel, Krisztus áldó mozdulata, aki a katona felé irányul, ez a szomorú figura, tulajdonképpen érdekes módon szomorú a feltámadt Krisztus itten, vagy nagyon elmerült. Megvan például még a ágyék kötőjének is egy olasz metszet alapján rajzolta, hogy az ajándékozó király és a feltartott kezű áldó Krisztus az ebben a tengelyben úgy helyezkedik el, hogy a mester ide helyezhette volna mondjuk a szignatúráját le. Nem. Ide tette az évszámmal együtt, tehát a közepéig, mert a dexteram került Krisztushoz, a jobbjához. És ez a párhuzam arra val, hogy az ő szembenéző arcképe tulajdonképpen Krisztusnak a feltámadási jelenethez, bocsánat, szekundál.
Most egy másik lécsíkba áttéve, tipikusan olyan fordulat, amelyet az MS Mester nagyon más dolgokban is kicsikben virágokkal, szituációkkal ábrázol. Hát tudjuk, hogy például ugye Civitas Dei vagy Mária szimbólumok ezek is, mint épületek. Tudjuk pontosan. Na most ennek is megvan ez a fajta tartalma, és ez még valami nagyon megerősíti a képek hátán. Tudni, ott is van egy rajz. És a rajz összefügg ottan egy töredékkel, ami annak látszik, hogy igen, még a hátát is együtt kezelte a képnek. A furcsa csak az, hogy hogy festette meg, mert csak állványról lehetett megfesteni. Hát 4 méter magas képet, a felső képet honnan festette? Igen, állványról. Mert kevesebb munkájába került, mint hogyha ezt szétfűrészelik és külön konstrukcióba szerelik össze. Tudni, ezeknek a képeknek szobrok voltak a hátán, és középen volt a 3 figura. Úgyhogy ebben a dologban ez MS Mesternek tényleg ma is úgy nem csak hiszem, meg vagy győződve róla, hogy az önarcképe, és még hozzá is tudok több olyan dolgot tenni, amit erről támogat, mert igen. És ez kiesik az egésznek a sorából. Varga Dezsőr is talált ezeket a képeket különben, és ő érte a legjobban ezeknek a technológiájához, meg hát a Menrád Péter és a felesége, aki a pesti vizitációt csinálta, vagy a budai vizitációt csinálta. És érdekes ebben az egész dologban az, hogy ez a nem csak a festői eljárások, hanem a konzerváló eljárások is különlegesek. Például van ez másutt is, de ilyen remek eredménnyel nem, hogy a alapozásnál, a festék alatt a deszkákat konzerválni kellett. Ez több rétegű, enyves, 6-7 réteget hordtak fel ecsettel a fára. Nincs is benne szú, meg semmi ilyen belső féreg. Ennek a festői kivitelezése előtt ezekbe a rétegekbe sörtét vagy szőrt tettek. Na most ez teszi ezt sziklává. Nem, az táblák nem mozognak. Mert mondom, ezek összeenyvezett táblák, úgy, mint ma összeenyvezik egy táblát, mert csak a legjobb részét választották ki a táblát, ez mind hársva. És hát nagyon megnyugtató, hogy 1506-ban vannak a szobrok, mert a szobrok tényleg az 1500-as években nem, igen, 6 az jobb szám számukra stilárisan, mint a 1500. MS Mesternek a további dolgaival azért mostan itten hát jobb, hogyha talán felelek azokra a kérdésekre, amelyet adnak, mert ezt a dolgot hát végig kell vezetni, tudnilik, ez elég bonyolult. Mert a fának a megállapítására Európában már nagyon sok helyen vannak jó módszerek. Egy Peter Klein nevezetű úriember, az hát évtizedek óta összegyűjtötte a nedvesség gyűrűk alapján. Úgyhogy pontosan tudni egy fának a metszetéből, hogy az honnan, hogy milyen évből való, és a, most már akkor a gyűjtemény, több tízezer, hogy meg lehet mondani egy fáról, hogy honnan való. Azonban ebből Kelet-Európa és ez a rész kimaradt. Ja, hát persze ez bizonyíték, hogy MS Mester ide való. Mostan, hát nem bizonyíték, csak érv. Hát az MS Mesternek a sorsában pedig az a hát kilátás, de hát ezt nem szeretem mondani, mert álljon elő vele az ember, hogy viszonylag azok az a mesterek közé fog tartozni, akik viszonylag szám szerint elég sok adat maradt fent, csak vacak adatuk nagyon. Magukra, hogy mit csinált, szinte egy darab se, alig kevés. És jaj, milyen volt a híre?
nagymesternek emlegette az egyik forrás tényleg. Mégpedig egy olyan fordulattal, ami ebben az esetben egy kicsit szokatlan is, nagyon megbecsülte. Hát mondjuk társadalmilag nem volt udvari művész, ezt nyugodtan lehet mondani róla. Hát de ezt tudjuk. Lehetett volna? Hát igen, lehetett volna, de ez mostan egy külön játék. Egyébként udvari művészetről sem tudunk. Dürer volt udvari művész. És most legutóbb a Várajai Csocsán Jenő Esztergomba ismertetett egy ilyen, mint le is írt korábban, egy ilyen adatot, hogy Martinus Trigoniensis hát volt, és ezek 100 dukátot fizetett ki még Mária királynő, tehát a aragóniai Beatrix, Beatrix királynő, és hát bizony 100 dukát az megfelelt, majd 100, ez velencei dukát, 100 magyar forintnak, hát abban már egy elég jó házat lehetett venni emeletesítésileg, akár mondjuk Esztergomba, meg másút is, tehát ez egy nagyon nagy munkának a kifizetése, és van még egy, de ez nagyon valószínű, hogy ezt a mester freskóért kapta, akkor is jó pár hónapi munka és nagyobb munka, mert valószínűleg ő volt az egyik mestere teljesen elpusztult katedrális előcsarnokának, a hajdani freskóinak, de hogy MS mestert Martinus Trigoniensisként kell feloldanunk, hát ez mondjuk több, mint kétes. De hát Szent Márton ünnepén érdemes ezt is említeni. Viszont lehet, hogy ez a Martinus viszont akkor olasz volt. Tehát sajnos ezek a tulajdonatok aztán többet nem tudnak. Tudnék, rengeteg dolgot nem írtak le abban a filmben, és ezzel fejezem be. Megint a hallgatás oka. Egy olyan kor ez, amikor olyan dolgokról nem írás, és nem tudják megörökíteni a dolgot, mert nincs rá szavuk. Szárnyas oltárt, ezt ha valakinek azt mondta volna, hogy szárnyas oltár, senki nem értette volna a 15. század, mert ez a szó nem léte, a fogalom se, ez 19. század. A flügeláltárt se értette volna meg senki, mi az? Pedig ezt csinálták, hát bocsánat, a skandináv országoktól a Gibraltárig mindenütt. Vagy, hogy metszetet csináljanak. Hát volt rézmetszet, fametszet, acélmetszet, vasmetszet, fametszet. És ha azt képzelik, hogy erről volt szavuk, tévednek. Nem volt szavuk. Az érdekes módon imágó pikta volt. Milyen imágó pikta? Hát honnan? Hát a majd régi magyar nyelvbe felállít, Szent Lászlóról egy régi szó, ugye, hogy, és felállít a képedet az magas sziklára. Hát miért állítak egy képet magas sziklára? Azért, mert a kép az nem kép, az szobor. Bild. A németben is. Bildhauer. Hát a képet nem faragják. Na most a képzett akkoriban, meg rengeteg ilyen szó, távlat, relievó, stb. Ismeretlen volt legalábbis Észak-Európában, vagy Közép-Európában. És ismeretlen volt magának a művésznek a fogalma is. Megmondták róla, hogy festő, szobrász, stb. MS mesterről, és ezzel befejezem, Zsanton azt írta, hogy hát szobrász festő volt. Annyira közeliek stilárisan a szobrok a képekhez. Nem. MS mester csak festő volt, hogy aztán és esetleg metsző. Szobrokat biztos, hogy nem csinált. De az érdekesség az, hogy még ezt se tudták leírni, mert számos mestert, aki szobrász volt, piktornak ölte. Azért, mert a szobrászoknak nem volt külön céhje, de a festőknek volt is. Hát, akit azt mondták, hogy XY Piktor, nagyon jól tudjuk róla, hogy szobrász volt, csak a Piktort kitüntetésképpen tették a neve mellé. Na most ez a forráskutatást ugye hát az, aki elállítja, hogy hát nehéz kirostálni azokat az adatokat, amelyek pont ide esnek. Na hát köszönöm szépen a figyelmüket, és tessék várni. Köszönöm.
Ja, igen, jó, akkor nem én rontottam el, tehát. Na most ezek különlegesen olyan képek, amiket, hogyha mi szavakat keresnénk ennek a tömör megfogalmazásához, hogy mi, hogy néznek ezek a darabok ki, és mi különbözteti meg az általában ebben a korban hasonlóan festett részletekről, ezek olyanok, mintha színes üvegablakokat látnánk, amelyen átjön a fény, és nem innen kapja mi felőlünk a fényt, hanem belülről. Ezt nem a lak teszi, hanem az a különös festőtechnológia, amit őt alkalmazott. Ez nála van. Na, van valahol, de nem onnan tanulta. Francesco di Giorgio-nál 1502-ben halt meg, építész is volt, szobrász is volt, és főleg festő. Mint festő, nagyszerű volt, hogy a Manóba Francesco di Giorgio-nak a bizonyos színei és az MS mester, ezt még senki nem írta le, nem is figyeltem, én figyeltem meg, bocsánat, a Szirnai képtár, hogy mennyire rokon vele. Erre nincs magyarázat, és nem is lehet közük egymáshoz. Nem megy össze a dolog. De ez van ilyen véletlen, vagy ilyen párhuzamosság. Francesco di Giorgio egy ilyen majdnem manierista szín erővel tudott festeni. Songarmetszetek természetesen hát mindenütt rendelkezésre álltak, nem csak neki. A legrégebbi réteg, amit használ, az nem Songar, hanem még előtte. Ugye Eesmester metszetei vannak ilyen növények. Eesmester 1440-67-ig élt valószínűleg, tovább biztos nem. De a metszetei nagyon szigorú voltak. Hát ez a... Igen, ez a kézátvétel, ugye a kezeknek a újra rajzolása, ez nagyon jellemző rá. Egy német művészettörténész azt írta két rajzára az MC-t mesternek, hogy hát ez egy echte realist, aki a valóságot Treffsicher eltalálta. Aztán az amerikaiak, akik ezt valahogy húztak rá, és akkor megnyalták a szájukat, mert akkor az én recenzióban volták, hogy igen, de közben egy kollégák megállapította róla, hogy azok pollányuló másolatok. Így is van, ezt itt nem tudjuk bemutatni. Persze, hogy MC-t mester honnan jutott pollájóló másolatokhoz, azt nem tudjuk, mert lehet, hogy lerajzolta őket, lehet, de pollájóló halála után, 70-es évek, 80 körül, egy láda rajz maradt, és rengeteg rajzmásolatban terjedt el egész Európában pollájóló. És akkor följött valahol Európában. Na mostan ez a Roger van der Weydennek a Krisztus iratása, az Uffiziban, amely oda készült. És hát ez a darab a Roger van der Weydennek egy olaszos igazodású műve. Mert ez is érdekes. Ugye a Hugo van der Goose a Portinari Ortáron hát egy olyan művet alkotott, ami Firenze számára készült, és ő összeszedte minden erejét, hogy valahogy a monumentális olasz formálást magába szívja. Na most, ha egy mester alkalmazkodott a megrendelői körének az ízléséhez, mert hát ez nem bűn, akkor, hogy is mondjam, olyat is csinált, amit másutt nem szokásos. Esetleg más, ha más megrendelőnek csinálta volna, máshogy csinálta volna. Hát ez igazán Dürer, ugye, vagy... Michelangelo, hát nem akarok ilyenre hivatkozni. Roger van der Weyden a másik olyan forrás az egész európai művészet számára, akinek a színeit, formaadását halatlanul átvették, hiszen ő a monumentális formája
a németalföldi művészetnek azzal szemben, amit a Jan van Eyckek csinálnak, ugye az kis figurás. Ő a nagy figurás, Robert Campernel. És hát az európai művészetének, vagy festészetnek az egyik legnagyobb mestere, hát azért mégiscsak a Roger van der Weyen hatásában is. Egészen a 17. századig hatott. Encetmester. Hát itten ez az egyik rajza Nürnbergben, amelyben hát ez ikonográfia, ugye ez egy okos szűz, de Fortuna labdáján vagy golyóbasán áll, és hát ez hallatlanul rokon azzal a ruhaerőadással, rehenőkezeléssel, mint amit MS mester csinált itt. Ez se bizonyíték még MS mester azonosságáról, de ez a kettő darab nagyon közeli. Hát erre persze nincs magyarázat. Ettől még lehet más. Tessék csak még a... Milyen? Fejtstósz. Hát Fejtstószal is az a dolog történt, hogy Fritz Koreni, vagy 20 évvel ezelőtt, hát kimutatta, hogy bizony a Fejtstósz nem Krakóba csinálta azt a 11 fennmaradt metszetét, amit eddig általánosan mindenki hitt, hanem Nürnbergbe már. Na most ez komoly különbség. És Fejtstósz metszetei nagyon ritkák, valamilyen cinket használt nyomódúcnak, és kevés maradt meg belőleg. És ez a 11 fennmaradt metszete, hát szobrászati példaképnek készült, követték is nagyon sokan, és hát Fejtstósz egy olyan mester megint, aki festő is, és szobrász is, ugye Münnerstadtban fennmaradt, ja, hát Münnerstadtban kifestette a Riemenschneidernek az oltárát, mert Riemenschneider arra nem szerződött, nem is úgy csinálta meg, hogy föltétlenül kifessék, de hát a Münnerstadtiak nem voltak megelégedve, eléggé nyilván díszesebbet akartak. Riemenschneider kapott a kész oltárért, hatalmas oltár, 142 forintot. Stósz a kifestésért 12 évvel később 220-at. Miért? Aranyér. Tudnék, annak egy része aranyozás volt, az nagyon drága volt. A kikalapált laparany. Kitette föl arra kipkalapált laparányat az oltárra. Sokáig úgy hitték, még a 20. század közepén is a művészettörténészek, hát, hogy az aranyverők. Az aranyverők hozzá se nyúlhattak ilyenhez, de nem is tudtak volna. Mert körülbelül 60-70 ezer különböző súlyú 10 kilós kalapácsokkal kezdték, amikor az aranyat kiverték egy 5000 milliméterre már akkor, az egész nap kalapáltak. Azt nem lehetett kibírni. És abban a házban bekalapáltak, annak még a szomszéd házába se lehetett aranyozni, mert ahhoz teljesen csukva kellett tartani az ablakokat, és hát az elviszi bármi, hát lélegezni nem lehet, mert az arany annyira hát szétmegy. Na mostan egy aranyverő nem helyezhetett el sehol aranyat, mert ő kalapálta, különben a legjobban fizetett munkák közé tartozott. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor szárnyas oltárokat látunk, és aranyverőkkel találkozunk a készítésben, azok csak szállították az aranylapokat hozzá, tehát félkész árut. És azt föltette a festő. Vagy az aranyozó. Aranyozók is voltak, lazuristák is voltak. De ez nem volt önálló mesterség annyira, mert sok mindent aranyoztak, nem csak képeket, nyergek, bármit. De ez egy nagyon fontos és érdekes tény, hogy hát mire használták azt a dolgot, mint például a metszetek egy nagy része is, példaképnek készült. Tessék gyorsabban. Hát itt van egy gyűjtemény a korabeli némai analógiáról, és hát MS mesternek a dolog, Dürer.
A fiatal Dürernek a grafikai műveit viszont az MS mester nagyon is használta. Tehát ő Dürer követő is volt. Ennek nem mondott ellent a olasz mesterek felhasználása, és Dürer maga is csinálta ezeket. A Jézus születésé például itt van egy nagyon mantenyás dolog. Ez a, nem tudom, milyen kefál, hátrahúzott koponya. Ez, de a túlzásig szinte groteszkül torzító. Ez Mantegnából jön eredetileg, mert ő nyújtotta meg a koponyákat, nem ennyire, de MS mester ezt szívesen átvette. Ugye MS mesternél a távlat tulajdonképpen hiányzik. Igen. Van egy elősík, és utána rögtön egy háttér. Ez élesen kezdődik. Perspektíva sehol. Nem is törődött vele. Mint bizonyos gyerekrajzoknál már, bocsánat. De Emcet mesternek hallatlan érzéke volt a mindennapi élethez. Az első zsánereket Európában szinte ő csinálja, még grafikán is. Izrael van megelem, talán megelőzi egy pár darabjával. Nagyszerű fokon. Izrael van megelem, ilyen jó neve van. Német. Hogy aztán valamilyen bibliai, a Biblia népével valami összefüggésbe állt volna, erre nincs adat. Csak őt neveznék meg Izraelnek, hivatalból is, a családjából sem más senkit. Na, hát itten Düreri példák vannak, ugye meg Dauphin der Guss, hát igen, ez egy korábbi Dürer a Uffiziben. Nagyon érdekes, hogy mennyire más a Düreri színezés és a Düreri világ. Tudnilik, az egzaktsága elképesztő, meg a hangulati értéke is persze, amely az MS mesternél egy ilyen barokkos egységben van összeszedve. Dürer és MS mester, őket össze lehet hasonlítani így, hallatlan különbségek mutat a festői felfogásban. Tehát ők így közvetlenül, mint festő, a festővel furcsa mód kevesebbé látszanak összefüggni, hát hogy találkoztak-e, hát... Az MS mester nagyon jól ismerte Dürer forrásait. Tudnilik, egy ilyen ragú mesternek nem kevés metszete volt otthon. És előveszegette őket. Mennél a nagymesterek még a 15. században, azok rendelkeztek a legtöbb példával. És akkor, hogy is mondjam, úgy kiklikkelték maguknak azokat a darabokat, és átrajzolták. Na most ezt szellemileg is hallatlanul meg lehetett csinálni, hát Schongauer ugye ugyancsak a korábbiakból működött. Az olajfák hegyével az a különös, hogy ennek a rajzi kivitelezése elmarad a többi mögött. Ilyen furcsa zökkenők vannak benne. Igen. Nem volt egyenes. Ja, MS mester nem volt egyenes. Én nem kétlem, hogy ez ő festette. Ilyet egy tanítvány nem tud. Még éppen a tévedések miatt, szóval a pozitív tévedések miatt zárható ki, azt hiszem, mert hát például ez gyönyörű részletek ezek. Krisztus figurája, arca rongál, de eredet, ami megvan belőle, az eredeti, és hát az sem bőszült nagyon. Ez is. Keresztelő, vagy evangélista Szent János itten, az Düreri példa, de végső soron a mantegnai. És amikor az MS mester ezt csinálta, mint Düreri példát, akkor tudta, hogy erről van mantegnai példa, mert ő is csinálta. Ezen nevelődtek. Ez azért különös, mert
itt ez a figura, ez, aki ilyen gyengéden fogja az ostort, meg a Krisztus haját a másik oldalon. Hát ha most megismétlem ezt a mozdulatot önöknek, ugye akkor ez. Antonio Pollaiuolo, a mesztelen férfiak harcából középen, az középső figura. Csak ellágyítva, de a mozdulat szórul szóra, a koreográfia, itten egy ilyen áhítatos lírai magatartásá vált, míg hát Pollaiuolónál ez egy antik harcosnak a megörökítése. De jónak látta ezt átvenni. Ja, itt, bocsánat, tessék, csak ez a mozdulat Mantegnától való, fönnmaradt freskóján. Itt megint ez a hátrafelé való koponya, és hát ezek is itten. Ez pedig, tessék megnézni a következőt, hát ez innen jön, Songaertől. Milyen borzasztó fontos lehetett Dürernek még első itáliai útja hát idején, hogy felkeresse Songaert, és akkor beállít Kolmárba, és a testvérei fogadják azzal, hogy előző évben meghalt. Ezt leírja, hogy micsoda döbbenet volt. Hát tudnilik, ez alap megint mondjuk kultusz vagy áhítat kifejezés, szóval a személyes érzelem, megdöbbenés, tragédiának, hát mondjuk a megváltás művébe való részvétele Máriának, vagy a figuráknak, ez körülbelül úgy elismert az irodalomban, hogy ez a ne továbbja ennek a dolognak, úgyhogy nem véletlenül került a MS Mesteri példatárba. Tudnilik, ő ezen az oldal, ezen a dolgon ment. Nagyon fontos a művészetében a grafikai előkép, tehát alapvetően fontos, mint példa, mint gyakorlat. De ez a legnagyobb koloristája akkor Európa egy nagy részének. Tehát ilyen, ha most így hasonlítjuk össze, akkor az ő koloritja az egy más, nem a Düreri féle megküzdés a való világgal, hanem épp ellenkezőleg. Ez egy fiktív dolog. Csak úgy nézzen ki ez a szent szerep, és ebben utolérhetetlen volt. Hogy egy követ úgy megcsináljon, mint egy spongyát, amit úgy levogtatunk. Ez egy kő. És még egy érdekesség van. A Cristo dello Spasmo, ez egy római motívum, egy Krisztus nem térdre esik a kereszt alatt, hanem a fenekére esik. Van egy római templom ezen a címen, és tulajdonképpen ez a motívum, hogy leül, tehát ez az alázatnak már, tehát a megalázásnak a ne továbbja. Van, amikor ugye négy kézlábra esik, ugyanez mostan más németalföldi mestereknél. De ez a haldokló Orfeusz mozdulata Mantegnánál, és itt a kereszt alatt Krisztus szóval, hogy is mondjam, a földre nem terül, hanem a földre rogy. Festőileg. A ritka megoldások közé tartozik. Ez is Mantegna. Ez a visszafelé forduló katona.
Kálvári ugye a halott Krisztust mutatja, és hát nagyon tanúságos megint a párhuzamokban, ugye a zsinagóga meg a eklézsia, hogy a kereszt alatt, akik itt állnak, az egyik, hát a hátterek. Tehát akik, igen, akik itt állnak. A turbános az átvétel Bellini után. Aki állítólag a császári udvarban is volt, a szultánt ábrázolta. És az, aki ezt meg rámutat, az a római százados, az a megvallás mozdulata érdekes módon. Éppen nem ellentétes, ez a megvallás, hogy valóban Isten fia volt. És az a jó magyar arcú úr, aki ott pajzsosan tartja a zászlót és elfordul, az a bocsánat, kiköpött magyar, az a Krisztustól elforduló hitetlen zsidó, aki a kezében a zsinagóga sárga kosfejes zászlaját tartja. A furcsa csak az, hogy hogy az ördögben, bocsánat, már megy ez össze, hogy a római százados a török, a jó magyar meg a zsidó, bocsánat, már elnézést, ez lábjegyzet, lábjegyzete. Olyan fantasztikus, a magyar történelemnek vagy irodalomnak olyan fantasztikus alakjai vannak, akik abszolút a magyar fajtának a tökéletesen bajszos, csizmás, stb. És a 25. felmenőik is a Biblia népéből való, ő maguk is, hát tucatjával tudnék mondani, akit ismertem, vagy akit fényképeivel ismerem, vagy nem tudom, Nemes Marcell, hát ez egy legnagyobb magyar gyűjtő, vagy hát nem tudom én, amit játszott Kis József, vagy. De borzasztó érdekes, hogy ezt MS Mesteredből már a 16. század elején tudta, hogy ilyen van. Ezt nem tudom, mert ez megint szerep. Tudnilik, az az érdekes, hogy itt a török van szembeállítva a magyarral. De csak ebben az egy darabban. Ezt nem írnám le, mert ez csak itt ebben a részletben van. A ruhákhoz értett. Megint, tehát egy mesternek a rangját ott is le lehet mérni a középkori egyik utazába, hogy mennyire értett a ruhákhoz. Hát ez nagyon kellett érteni. Hát ez, vagy például a három királyoknál is. Tessék. Vége is van, nem? Itt van a Krisztus feje. Na most a párhuzam egyébként, amiről nem vezettem végig, ugye, mögötte az az épület, tehát az a jeruzsálemi templom, ugye, hogy te, aki a jeruzsáli templomot azt mondtad, hogy lerombolod és áramra felépíted, stb. Ez Krisztussal kapcsolatban ugyanez, de az összefüggésben van a fiatal király fölötte, ugyanott alatta. Tudnélik, ez egy nagyon végigon, nem törte a fejét rajta, tudnék, gyorsan festett, ez gyors, mint malpercsel nézés. Szóval vannak mesterek, akik gyorsan festenek. Ez a gyorsan festő közé tartozott egész biztosan. És nem törte a fejét rajta, mert jött a kezéből az egész, hát az a fantasztikus hátter ábrázolás a Pietával, Krisztus síratása a kereszt alatt. Hát ez az döbbenetes dolog, hogy egyidejűségben a háttér, mint tragédia, jelen van, és úgy egyszer is, mint megismétlődik a megdicsőlésben is. Hát szóval. De nem ábrázolta a természetet. Ezek mind-mind kulisszák. Csak ezek a kulisszák néha jobbak tudnak lenni, mert annyira expresszívek, mint a malacvisítás. Az emberi malacvisítás az igazi, mint az Arany János. És ez is itt Várba vagy Bárma. Ja igen, hát most már ez tényleg a végén, ugye, hogy a szignatúra eredetie. Eredeti, ez megvolt a szignatúra, sose volt átfestve. Nagyon, de erősen rongált.
Dezsőtől tudom, hogy hát ő nem nyúlt semmiféle eredeti részhez, és nem módosított semmit. Középen van a mesterjel, amit nem csak MS mesternél, hanem semmi más mesternél nem tudunk, hogy mit jelent az MS, hogy a mesterjel micsoda. Ez egy kőfaragó jelekkel a rokonak, ezek a jelek, és egyik sincs feloldva, songa erésem. Na most az M és, ja igen, S-ről legutóbb egy cikk is jelent meg, hogy hát ez nem mesterjel, hanem egy A betű. Nem. Ez mesterjel. És akkor van két M, illetve egy M és egy S, ez mind a kettő latin antikva. Tehát nem kurzív és nem gotikus minuszkula. Jelent valamit? Attól függ, milyen összefüggésben van. Eddig még senki nem vetette fel, hogy mindenki kitalálja, hogy az MS mester ki volt. Tessék mondani, milyen nyelven kell feloldani. Most jön valami, mondjuk magyarul, hát nincs teljesen kizárva, de hát az nem, annak a valószínűsége nem való, hogy egy magyarul jelölte volna. Következő legnagyobb valószínűség a latin. A latin a megörökítő, a monumentum. Ez már opusznak számít, műnek számít. És aztán ott van a német. Na de hát egy baj van, hogy a nevek, a különböző nevek nyelvekben is, mondjuk Matthias az ugyanaz, de mondjuk hát László az lengyelül Vladislaus. Tehát Lászlót, hogyha a lengyelek jelölik, azok dupla V-t írnak, és nem is ez jut eszükbe. Rengeteg László van például Lengyelországban, azok mind magyarok, mert így írják. De a lengyelek nem tudják, hogy ezek magyarok, és hogy tőlük a Vladislausból jönnek. Na most ebben az esetben ez a dolog, ezt be kell bizonyítani, hogy ennek a táblának a jelölési nyelve mi volt. Hát ez nem bizonyít semmit. Más talán igen. De nem ezen dől el, szerencsére. Úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és bocsánatot kérek, hogy ennyire elhúztam.